Az istentisztelet után a város vezetői, az országgyűlési képviselők, a pártok, intézmények, civil szervezetek vezetői a Városháza előtti téren az 1956-os forradalom emléktáblájánál helyezték el koszorúikat. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral beszélgettünk, hiszen rendhagyó a mai megemlékezés október 23-áról, de mégis megemlékezünk, hiszen fontosak számunkra, karcagiaknak ezek az események. Így van, nehéz az idei év, hiszen az egész évben a vírus és a járványhelyzet határozta meg az ünnepségeket, a rendezvényeket, de nem jelenti azt, hogy szűk körben nem emlékezhetünk meg, egy koszorút nem tehetünk ki a karcagi 56-os áldozatok, hősök emlékére, hiszen emlékezni kell erre az évfordulóra, hiszen nagyon sokan áldozták életüket a szabadságért, a magyar szabadságért, aminek igazából mi élvezzük a hasznát, hiszen egy szabad ország eldöntheti azt, hogy milyen irányba megy, hogy kik legyenek a vezetői, hogy kiket enged be az ország területére, hogy hogyan fejleszt, hogy hagyja magát, hogy kizsákmányolják, hagyja-e, hogy elvegyék a termőföldjeit, elvegyék az üzemeit, vagy önállóan, szabadon tud dönteni a saját országáról. És ennek a szabadságnak mi élvezzük a hasznát, és ezt a szabadságot, hogyha szerencsére nem vérrel, fegyverrel kell megvédeni, de a mindennapokban is kell küzdeni azért, hogy Magyarország, a magyar nemzet szabad legyen, és szabad is maradjon.